Jó estét kívánok! Varga Bálint vagyok. Remélem, hogy hallatszik. Kérnék egy visszajelzést. Igen. Oké. Okay. Igen, véletlen 8 írtam, de 9-re gondoltam, ahogy be is jelentettük. 8-kor volt a horvát nyelvű konferencia, és ez a utolsó Konferenciánk az idén. Igaz, hogy még csak egy nap marad, de hónap este nem tartunk konferenciát. Remélem mindenki már akkor ünnepli, alig várja az új évet, és nem, nem fogja érdekelni egy ilyen konferencia. De most is már végefele vagyunk az évnek, és már nem is gondoltam, hogy ennyien be tudtak jönni. Természetesen felvesszük is, és fent lesz a Youtube-on is. Még egyszer mindenkit üdvözlök, akik most jöttek be. Varga Bálint vagyok, Horvátországból, és egy, egy, rövidített konferenciát terveztem megtartani. Egy köszöntőt is, kicsit át, átmegyünk a 2019. évet, hogy mit is, mi is történt, milyenek a tervek, mit tervezünk jövőre, úgyhogy egy ilyen jó fél órába remélem meg is lesz. Egy pár mondatot hagy mondjuk a skyway -ról. lehet, hogy valaki ezt a konferenciát majd meghallgassa, aki még nem tag, vagy vagy még új tag, és akkor egy pár információt. Mivel ez horvától van ez a prezentáció, nem volt idő magyarra lefordítani. Majd lefordítom most. Egy, a Sky, mi is a Skyway? Már lehet, hogy sokan hallottatok róla, sok információt, és de még mivel ez ez nem képített technológia, csak két helyen van ideig képítve, a Marina Gorka a Minsk-től 65 km Bielorussziába, és a Sárgyába, ahol most nemrég engedtek egy szakaszt, úgyhogy két helyen, de a harmadik hely a Dubai, a központ, és ez, ez szerintem legfontosabb hely, ahol most már építik, és jövőre októberre késznek kell, hogy legyen. Azért mi is novemberre terveztük a odautazást, de erről majd kicsit később egy több szót. Én 2016. áprilisában ismertem meg a Skyway-t, és akkor úgy néztem, mint egy befektetési lehetőség, és egy kis csomagot vásároltam meg, de utána Elmentem Berlinbe is, megláttam, hogy ez komoly üzlet, ez, ez egy olyan technológia, ami előre van, és nagy lehetőségek lehetnek. Akkor elkezdtük építeni az üzletet is, és tartottam egy pár konferenciát, úgyhogy képült a csoportunk több mint 8000 emberre, nem tudom hány 150-160 országból a mi csoportunkba, és, és, ez folyamatosan bővül, úgyhogy de csak magyarul és horvátul tartunk idáig konferenciát, mert itt ott vannak a legtöbb üzlettársaink. A Skyway egy olyan, olyan technológia, ahol a járművek 6,5-15 méter magassága ...ba tudnak közlekedni és ezért ezért nincs olyan lehetőség, hogy összeütközön a másik járművel, ami lent megy, akár aszfalton vagy földön, és ez, ez egy nagyon nagy előny, főleg a városokba, ahol zsúfolt nagy forgalom én most sokat utazok Beográd, Zágráb, Ljubljana, Bécs, Skopje, Budapest, és tudjuk, hogy milyen közlekedni ilyen városokba, ahol ha nincs forgalom éjjel 10 perc, nappal meg egy vagy másfél óra kell ugyanazt a 10-12 kilométert átmenni, mert rettentő nagy a forgalom főleg mikor ilyen karácsony, húsvét, újévi napok vannak, mikor mindenki sokkal többet közlekedik, megy vásárolni, utazgat, siet mindenki, és akkor épp legrosszabb utazni. Még 300 km sebességi szeleket is elbír ez a technológia. A havat egész 5 méter magas hót is kibírja, akkor 9, ez a földrengés a Richter skálának a 9-es, nem tudom kimondani, magasságú, 9 fokos földrengést is ki tud bírni, cunamit is, 20 méter magas, vagy még többet is. Úgyhogy nagyon érdekes, mert a többi Ilyen bármilyen más ö, 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 technológia eztet még ma nem tudja kibírni. Azon kívül, hogy ö, ö, ilyen ö, technológiával ö, ö, közlekedünk, az még fontos, hogy környezetbarát, és ö, ahogy most a, az a, autóipar, nagyon megy előre, és már milliárdokat fektetnek be a elektromos autókba. Nálunk a, ez a technológia tiszta elektromos, és autonómia olyan, hogy nincsen sofőr, hanem egy, egy szobából rendezik ezt a közlekedést. És ilyen technológia sem még nem létezik az, aki ezt kitalálta, és már 40 éve fejleszti, az Anatoly Eduardovics Junicki, akivel megismerkedtünk, már többször is találkoztunk, és 2014-ben 25 emberrel indították el ezt a programot. Ma már több mint ezer magas rangú dolgozó mérnökök dolgoznak ebbe a vállalatba, akivel együtt egy nagy csapatot, legtöbb Minsk, Marina Oroszország, és most újonnan tavalytól a Sárgya és Dubai központba, ahol dolgoznak. Úgyhogy ez bővül, és ahogy a Junicki mondta, hogy tíz éven belül százezer dolgozó lesz a Skyway-ban az egész világon, úgyhogy ez ez már úgy néz ki, hogy ez meg is lesz, mert ahogy bővülnek a új technológia a, a építezés, új célprojektek, így lesznek e, majd e, új munkahelyek, ahol e, jelentkeznek az emberek, és e, igazán százezer ember az egy, az egy óriási vállalat lesz, aki együtt fog dolgozni a Skyway-jal, ezt tett, azon kívül, hogy hány befektető van, akik, akik nem dolgoznak a Skyway-ba. Mikor elkezdték a finanszírozást, akkor úgy döntöttek, hogy elindítsák a crowd investinget, hogy kis befektetőkkel most már több mint 400 ezer van világszerte, 200 országban, és összeszedjék ezt a pénzt, amire szükség van, hogy képítsék a technológiát, és elindítsák a sorozatgyártást, fejlesztést, és képítsék a ekotechnoparkot Marina Gorkába, de a, a sárgyai ekotechnoparkot, meg ez a próba szakaszokat arra azt nem is tervezték, de az is most már megvan, kész van az első fázis. A második fázis, meg jövőre majd építenek oda még gyárakat, mert a sorozott gyártás sokkal könnyebben és gyorsabban fog menni ottan sárgyába. Ez úgy volt kitalálva, hogy 15 szakaszra elosszák a munkát, a, a befektetést és mi most december 5-én beléptünk a 14. szakaszba, ami, eh, ahogy legújabb információm van, ezt tehát együtt fogjuk a nagyobb befektetőkkel elvinni, vég, végrehajtani, úgyhogy eh, lehet, hogy már eh, jövő év közepén befejeződik a 14. fázis, és jövő év végére a 15. fázis is. Ami még... Eh, befolyásolja ezt a finanszírozást, az, az hogy a Junicki úr bejelentette, hogy jövőre egy projektet 10 milliárd dollárost fog aláírni, és a bemutatón Expo 2020, ami október 7-én kezdődik, ott még egy 50, nem egy, hanem több projektet, ami meghaladja 50 milliárd dollárt. Ez nekünk nagyon sokat jelent, mert ha ez alá lesz írva, akkor te, természetesen, hogy befejeződik a finanszírozás is, meg e, e, ezt vártuk, hogy a technológiát kifejleszik, elinduljon a sorozatgyártás, és ami legfontosabb, aláírni szerződéseket, eladás. Ha valaki megvegye a technológiát, és utána csak ki kell építeni, és már építés közben is, akkor a, a Skyway e, ki tud menni a tőzsdére is, ottan lesz nekik még pénzük, mert eladnak ottan sokkal drágábbért, egy dollárért, vagy még többért részvényt, de ez nekünk is azt jelenti, hogy a mi részvényünket is el tudjuk majd adni, ha természetesen valaki eztet akarja mert a tőzsdén a mi részvényünk 1 dollár lesz, úgyhogy mindenki nagyon fog örülni, hogy valamikor 2016-17-18, még 2020-ban is aki megveszi, az is nagyon jó fog járni, mert nagyon korrekt rendszer, mert aki később fektet be, az kevesebb diszkonttal jár, de kevesebb időig, idő lesz, múlik el a befektetéstől a eladásig. Úgyhogy szerintem ezt nagyon jó kitalálták, és a tőzsdén mindenki tud még venni részvényt is, vagy eladni. Ez saját maga dönti el. Aki nem adja el a részvényét, az kap majd osztalékot, és a információm, hogy a osztalékból is lehet visszaforgatni, aki akarja, valamennyit, vagy az egészet, és venni új részvényeket a különböző célprojektokba. Ha nekünk érdekes lesz egy célprojekt, mondjuk rá, valahol Európába, és gondoljuk, hogy az nagyon jó lesz, akkor az osztalékból egy részét oda tudjuk forgatni vagy mondjuk rá Indiába, vagy Dubaiba, ahol több millió ember naponta beleül ezekbe a járművekbe, az természetesen sokkal komolyabb projekt lesz, és onnan mi külön osztalékot is kapnak a célprojektükbe. Ez szerintem úgy fog majd működni, hogy az osztalékból meg kell venni a Skyway tokent, és a tokennal akkor tudunk gazdálkodni a tőzsdén is, meg befektetni az új célprojektekbe, mert ahogy a Junitski úr mondta, a célprojektekbe, célprojekteket csak tokenokon fogják majd finanszírozni. És ha jól tudom, jövőre, júniusra tervezik a tokenokat is árulni, vagy értékesíteni, Úgyhogy ez is lesz egy majd lehetőség. Azok, akik még hálózatot építenek, azok tudnak majd a célprojektekkel is még dolgozni. 2020 vége, meg 2021 be Én szerintem jövőre ilyen fél év el, elmúlik, június-július, június, akkor már lehet, hogy lesznek a célprojektek amelyeket meg tudunk mi még vásárolni. <kül> Ami nagyon fontos a Skyway-nak, a Marina Gorkai első Park, ahol már háromszor voltunk, ezt egy ilyen tankos pályán, ahol a tankok gyakoroltak a lövöldözést, azt vették át, és 99 évre leszerződtek a bieloruszi állammal, úgyhogy 2019-ig nagyon szép ekotechnoparkot kiépítettek, ahol évente legalább 5000-6000 befektető különböző ország, országokból jönnek, és nézik ezt a technológiát, hogy akik befektettek a Skyway alaptőkébe, hogy lássák meg, hogy mennyire fejlődött és hol állnak. Azok meg, akik akarnak célprojektet, azok pedig azért jönnek megnézni a technológiát, hogy megfelele ez például Peruba, vagy Dubaiba, vagy Ausztráliába. Most úgy tudjuk, hogy 33 országból már jöttek különböző delegációk, akik nézték ezt a technológiát, is tárgyaltak a Junitskival. Mi tavaly, mikor voltunk, vagy az idén, még hónap, mai évfél után mondhatom, hogy tavaly, az idén augusztusban akkor mindenki be tudott ülni, Unibusba, Unicarba, úgyhogy kipróbáltuk, és nagyon tetszett, nagyon rövid volt, mindenki szeretett volna még utazni, de nem sokára ezt tehát majd megtehessük másik országokba is. Ami érdekesség volt az idén, hogy a Steven Segal híres színész is volt, és ő nagyon harcol ilyen ekológiai dolgokról, és nekünk ez egy nagy plusz lett, hogy egy ilyen híres színész, egyik kedvenc színészem, és aki ott volt és meglátta ezt a technológiát, úgyhogy aki követi ezt tehát a híreket, az biztos tudja, hogy mennyire fejlődtünk, és mennyi mindent már ezen az idén meg tudtunk látni. A Unimobil is annyira fejlődött, hogy ott volt egy prototípus már, aki egy szlovén üzletársa már vezette is, de úgy döntöttek, hogy a Unimobilt átadják egy másik cégnek, ahogy én tudom, egy máltai cég lesz, aki ezt fogja tovább vinni, és sorozatgyártásra rakni. Ez azért jó, mert Málta Európában van, Unióba és az egész Európába majd tudják gyártani és meg értékesíteni. Úgyhogy azt döntötték a Skyway. Cégbe, hogy ezt nem, nem direkt a Skyway, hanem egy külön cég fogja kivitelezni és továbbfejleszteni, mert a Skyway mégis marad a sajátján, ami, ami a technológia, mit bemutatunk. A Skyway idáig már különböző járműveket legyártott, megcsinálta a certifikátot, engedélyeket, és már tavaly március óta készíti a Európába a zengedét erre a technológiára. Egy győri, győri főiskola, univerzitét csinálja ezt, úgyhogy az egész Európára lesznek majd a zengedélyek. Ahogy meg lesz ez a engedély, akkor majd elkezdik a, célprojekt építkezést. A Abu dhabi is egy évig vártak egy engedélyre, a dubai is egy pár hónapot, meg a Sárgyába is, úgyhogy ottan kicsit gyorsabban ment ez, mert nagyon megtetszett ez a technológia a sejkeknek, és nekik van egy olyan lehetőség, hogy meggyorsítsák, és szerintem ez a legfontosabb döntés volt a Junickinak, hogy Dubajba, Emirátusba menjünk. <laughs> Aki már ült ezekbe a járművekbe, az látta, hogy mennyire kényelmesek, milyen szép a dizájn, a belsője. Senki nem mondaná, hogy egy belorusz cég csinálta ezt, hanem japánok, vagy németek, amerikai, vagy legalább kínaiak. És ami legfontosabb, <laughs> mindenki, aki belejött, jó érezi, érzi magukat. Ez mikor vásárolunk egy autót, és belejönünk egy 5-10 autóba, egy kiállítással mondjuk rá, akkor mindig ad, az a döntés jön, ahol legkényelmesebben érezzük magunkat. Természetesen biztos mindig van olyan kényelmes dolog is, csak annyira kényelmetlen az ára, hogy nem tudjuk megvenni, de mikor beleülünk, és úgy érezzük, hogy na most szuper jó érezzük magunkat, na így, így az emberek, akik üzletársak, akivel beszéltem, most Márina gorkában, mikor voltunk, mindenki azt mondta, hogy nagyon-nagyon kényelmesen érezte magát, és jó érezte magát ezekbe a járművekbe. <tosz> mivel egy külön technológiát kellett nekik legyártani, tetőtől talpig, mert nem csak egy aszfalton, ahol van egy új autó, és ráteszjük az aszfaltra, vagy a, egy újfajta villamos, vagy vonat, ez teljesen mindent ki kell építeni, az egész infrastruktúrát, azért a Skyway kicsit lassabban halad, a, a, ahogy mi ezt gondoltuk, de nekünk nagyon fontos, hogy elindult a sorozatgyártás már szeptemberbe, és ez azt jelenti, hogy megnyitották ezt a technológiát a sorozatgyártásra, és itt van még egy új gyár, ami készül, és itten lesznek ilyen a járműveket fogják hegeszteni, meg ilyen acél különböző konstrukciókat fognak majd csinálni ebbe a harmadik gyárba. A sorozatgyártás megindult a UniBike, kétüléses, ami majd Dubaiba nem sokára jövőre fog közlekedni, és a Dubai Skypod Unicar amiben ültünk most és mentünk vele. Ez egy 6 személyes városi jármű, ami 150 km sebességet el tudja érni. Nagyon kényelmes és nagyon jó ülni benne. Ahogy már az emlőbb említettem, hogy többféle járművet gyártottak. Aki követi a híreket, minden héten kapunk külön híreket e-mailben és a weboldalon majdnem minden nap van valami újdonság, meg tudta már látni, hogy különböző szerszámokat, gépeket rendeltek, és ez is folyamatosan fejlődik. A utazás annyira lesz kényelmes, hogy nem lesz várakozás, nagyon sokszor, mikor utaztunk repülővel, egy óra hosszát utaztunk, és akkor öt óra hosszat vártunk egy repülőtéren, hogy megint utazhassunk egy 45 percet. Ez a skyway nál úgy fog majd kinézni, hogy blockchain technológiával fogják ezt követni, és amilyen frekvenció lesz az állomáson, és már lehet azt előre is kiszámítani, akkor több járművet fognak oda rendelni, úgyhogy az emberek ne sokat várakozzanak, és ahogy oda jönnek, lehet, hogy pár percön belül beüljenek, ezt gondolom most a, a, a városon kívüli utazásra, mert természetesen a városból ott nem lesz várakozás, ottan egy-két perc, és már jön a következő. <tosz> Igen, felveszük a konferenciát, a kétféleképpen veszem fel. Úgyhogy nem lesz várokozás, és gyorsan megy az egész frekvencia. Ami azt illeti a blockchain technológiát, az nagyon fontos a biztonság véget is, mert követi, hogy van-e valamilyen valami a sineken, nem -e valaki Csinált valami kárt, vagy egy ma nagy madár oda rászállt. Épp a videóban, ami most készült, amit a végén bemutatok, mutassa, hogy megismeri az embereket, ha oda jönnek. Úgyhogy nagyon-nagyon sok technológiát fognak majd használni, és ezért a araboknak nagyon tetszik ez, mert ők szeretik az újat, szeretik, új, szeretnek elsők lenni a világon, és azért a legjobb hely, hogy Dubaiba indultak el. A Dubai kiállításon, mikor voltak 2017-ben, akkor ottan megismerték ezt a technológiát. 18 kiállításon voltak, jövőre lesz a 19 és a legnagyobb, amire el szeretnénk menni, és remélem, hogy sokan is ott leszünk, a sárgyai építés, építkezést is meg tudjuk látni a híreken, hogy minden nap van valami újdonság. Most már több mint 25-en dolgoznak ott is, és kinyitották. <kül> Lehet látni, hogy nappal, éjjel, nappal dolgoznak, fejlődik. Most már végefele van ez a faház is, ami egyetlen faház Emirátusokba és ez is lesz majd egy ilyen a vendégeknek bemutató terem és tárgyaló terem. A Skypod, de ez a VIP Skypod, ezt már kipróbálták, és most igazítsák, hogy minél könnyebben, minél elegánsabban menjen ez a jármű, hogy kényelmesebben utazzanak az emberek. Úgyhogy még folyamatban vannak a tesztelések, de már lehet utazni. Mi úgy tervezzünk jövőre, ha november végén idejövünk, csoportosan akkor megszervezzük, hogy itt is legyen egy ilyen körutazás, hogy kipróbáljuk eztet is itten sárgyába. Ezek teljesen friss képek, ami napokba lettek felvéve, látszik, hogy nagyon halad a munka. Ez az első fázis. A második fázis az a 25 km, amit most emlegetnek, ahol már lehet, hogy jövőre kész lesz, és tesztelik a 500-600 km sebességet. A második fázisban össze lesz kötve a kikötő is, meg itt kell, hogy legyen majd a gyár is, ami Emirátusban meg lehet, hogy még körül országokba, és lesz majd a gyártás. A Sheikh Sultan bin Mohammed, aki a sárgyai Sheikh, az most egy pár hete a Junicki úr bemutatta neki ezeket a járműveket, és nagyon megtetszett neki, és lehet elolvasni, hogy négy új célprojektet sárgyába, még nem mondták, hogy hol, csak azt tudjuk, hogy ott sárgyába lesz, és alá lesz majd írva nem sokára, ez is nagyon fontos, mert az külön emirátus a Sárgya, ugye nem a Dubai. Sajnos most egy pár hete meghalt a fia Londonba, és három nap síratták ottan, úgyhogy de remélem, hogy nem lesz külön baj ebből, mert építkezések azért mennek. Egyik üzlettársunk most egy pár hete ott volt, és készített ilyen fényképeket, meg videót. Már este fele volt, bement oda, és máskülönben ő egy fotbalista, és ott, ott volt most egy hónapig Dubajba, de nagy célja volt, hogy ezt meglássa, mert ő most lépett be nemrég egy pár hónapja és még nem volt Minzbe, se Marina Gorkába, és nagyon lelkes itt, itt, is van, és a Lukasz neve. Úgyhogy üzlettársaink is. A másik felén meg a másik üzlettársunk vannak Dubajban sok üzlettársunk már, akik innen származóak, ilyen a Horvátországban, Szerbiából, és mondják, hogy nagyon sokat a médián, tévén is újságban lehet olvasni, hogy a Skyway építi azt a 15 kilométerest, ami nagyon fontos nekünk, hogy elinduljon ilyen célprojekt, ahol a utasok fogják kifizetni az árat és utazni. Arabok feltették a Instagramra is, meg Twitterre is, hogy a belett ez mutatva, úgyhogy ők is ezt követik, és ők is dicsekednek avval, hogy a Skyway egy külön új technológiát épít, és az nekünk legfontosabb, hogy elfogadták. A RTA az a minisztérium, akivel folyik a tárgyalás, úgy működik, hogy a Skyway letárgyalja a célprojektet. Teljesen átdolgozzák mindent, és akkor a seiknek bemutassák 3-4 perc alatt. Ha neki ez megtetszik, akkor aláírja, és a 7 projektet, amit aláírt. A jövőre, ami késznek kell, hogy legyen októberig a 15 km 21 állomással Skyway projekt a dubai központba. Én szerintem, már lehet, hogy sokszor mondom, de jobb hely a világon most nincs egy ilyen világi bemutatásra, mert 25 millió ember és az egész Dubai, az egész világ mindenki meg fogja látni és megismerni a Skyway-t. Higgyétek el, hogy biztos, hogy még fél százalék ember se a világon nem is hallott a skyway -ra. Nagyon sokat mondtam, hogy fél százalék, de ott a, a biztos, hogy felmegy majd legalább 5 százalékra, vagy lehet, hogy még többre is, ha ez a bemutatások késznek lesznek. Így fog majd kinézni, nagyon érdekes és mi úgy döntöttünk, hogy november 28-án ott leszünk, már lehet, hogy egy nappal előbb is, két napot leszünk Dubajba, és megnézzük ezt a technológiát, elmegyünk a Expo kiállításra, megnézzük a Sárgyai Központot, Elmegyünk a Dubai Mallba, legnagyobb bevásárló központ a világon, egy város része. Aki akarja, felmászik a Burj kalifába fára, de nem gyalog, hanem liftel, mert lehet, hogy avval is mennek egy pár percig, 828 méter magas, és itt a Jumeirah központ, itten majd csinálunk egy körutat, mert remélem, hogy Novemberben már nagyba fognak utazni. Mi még utána megyünk egy utazást, Muszkátba, az Omanország, és akkor Doha, Katar, és Abu Dhabi még két nap. Úgyhogy ez egy ilyen tíznapos utazás lesz, és kb. 1000 euróba fog kerülni, amit januárban megkapjuk az árokat a repülőre, úgyhogy meg tudjuk majd egy felnőttre, gyerekre, aki 18 éven fiatalabb, azoknak egy picivel olcsóbb lesz, mert a hajótozás nekik majdnem ingyen van. Hogyan lehet investálni a Skyway-ba? Én most nem akarom elmondani sorba ezeket a csomagokat. Mindenki, aki beregisztrál, meg tudja látni a webirodába. 15 dollártól 150 ezer dollárig lehet egyszeri kifizetés, lehet 10 havi lefizetésre, havi részletre. És mindenki úgy dönt, ahogy amennyi lehetősége van, ahogy tudja fizetni. És én szerintem most is még ilyen, látjátok, 46-38 diszkonttal mennek. Úgyhogy egy dollárért kapunk 30-40 dollárt, és nagyon gyorsan. Ez a technológia vége fele már jár. Még mindig van egy akció az új belépőknek, hogyha hét napon belül vesznek egy vagy több csomagot, akkor plusz 10% bónusz részvényt kapnak. A részvények akkor lesznek részvények, mikor kimennek a tőzsdére addig ezt hivatalosan úgy tartsák, hogy mi kölcsönt adtunk a cégnek. Ezért is jó, mert három év után, aki akarja, vissza tudja kapni azt a kölcsönt egy különböző kamattal, ha nem akarja megtartani a részvényt, de ideig még, ahogy én tudom, senki ezt nem kérte vissza, úgyhogy természetesen a részén sokkal többet ér. A én szerintem ilyen projekteket fogunk nem sokára látni, ahogy meg lesznek Európába. Meglássátok, hogy jövő év végén lesznek egy robbanások, akkor a Dél-Amerika, Ausztrália, Indonézia, India, országok, Oroszország, ami nagyon fontos, az a moszkvai célprojekt, mert ahogy Dubaiba beleülnek, és meglássák, hogy milyen kényelmes, és ez valódi, igazi projekt. Arról ne beszéljünk sokat, de nagyon sok projekt ebbe a három-négy évbe már nekem bemutatták, és eltűntek az üzletek, mert valami internetes befektetés, ilyen projekt, olyan projekt, és mikor kellett meglátni, vagy meg elmenni, megnézni, akkor egyszerűen a tulajdonosok eltűntek, mert nem is volt igazi projekt. Mi már háromszor voltunk Dubaiba, többször, kétszer Berlinbe kiállításon, nem, Minzbe voltunk háromszor Dubajba egyszer, jövőre újból megyünk, úgyhogy lássuk, hogy ez mennek folyamatosan az építkezések, folyamatosan fejlődik a technológia, és ha 25, 25 millió ember meglássa ezt a Dubajba, remélem, hogy nagyon sokan akarnak utazni is, és kipróbálni, és kimennek a városba, és csinálnak egy kört, akkor felébrednek majd azok a régi célprojektek, amik most lapítanak Ausztráliában, meg Indiában több milliárd dolláros projektek. <coughs> Úgyhogy eztet várja mindenki. Sokan nem akarnak elsők lenni, de másodikok biztos, hogy akarnak. Egy, majd lesz egy nagyon nagy meglepetés, mert jönnek majd ide kisebb országból is, kisebb városokból a delegációk, akik meglátják ezt a technológiát, és azt gondolják, hogy tízszer drágább, mert mindig, mikor valami új, akkor az drágának tűnik, olyan, hogy nem lehet kifizetni, és megrendelik a technológiát, utána meg sajnálják, hogy miért csak 20 kilométert rendeltünk, mikor ennyi pénz, amit számítottunk, 200 kilométert is meg tudtunk csinálni. De ez a poén, hogy elinduljon, Dubai, mondom még egyszer, legjobb hely, a világon erre most, mert biztos, hogy nincs olyan ország vagy város pillanatnyilag, ahol többen fogják meglátni ezt a technológiát. <laughs> Ahogy tavaly ö, ünnepeltük, szilvesztereztünk, és ha visszagondolunk, holnap megint lesz egy szilveszter, ö, egyszerűen nem bírom elhinni, hogy ilyen gyorsan elmúlott ez az év. És mikor jövőre fogunk ö, megint beszélni, akár konferencián, vagy találkozunk, akkor megmondjuk, hát nézd meg, ez az egy év is annyira gyorsan elmúlott. Most mindenki tehet uh, annyit, amennyit akar. Valaki tőlünk befektetett, és azt mondta, én nekem, én ennyit segítettem. Betettem ezer dollárt, én segítettem. A Skype biztos megköszöni. Valaki építi az üzletet, talál új befektetőket. Én a tavalyi évben december 1-én kaptam a Google Maps-tól, hogy 1,2-ször átutaztam a föld körül, ez 51.194 km, és higgyétek el, hogy ez 90% a Skyway-re vonatkozik. Még van egy hónap, úgyhogy még lesz ebből még több, és nagyon sok emberrel találkoztam, és ami érdekes, hogy ideig még nem jutott olyan ember az előadásomra, aki azt mondta, hogy ez nem jó technológia, vagy nem tetszik. Mindenkinek tetszik, és 80-90%- mindjárt eldönti, hogy befektessen, és hogy vegyen magának legalább egy 250 dolláros csomagot. Mert lehet, hogy az a 250 dollár is egy 3-5 év múlva már annyit ér, hogy vesz magának egy új autót, vagy lehet, hogy egy kisebb lakást is. Úgyhogy érdemes befektetni ebbe a technológiába, mert az egész világ most már lássuk, hogy milliárdokat befektetnek, hogy már most olvastam valamik nap, hogy 5 éven belül, már több mint 20% elektromos autók lesznek, és nagyon mennek ezt előre. Legelőbb a dizeleket, utána már a benzineseket is lassan vonják ki. Én gondolom, hogy nem fognak ezek kihallani, lehet, hogy még száz év múlva is lesz benzines autó, de nagyon-nagyon kis mennyiségben. Mi indulunk egy olyan új technológiával, elektromossal, ami össze van állandóan kötve az árammal, de lesznek neki akkumulátorok, hogy áram nélkül is működjön és menjen előre. Azért <coughs> még természetesen még fejlődik is, ahogy lesz új, új diat, meg mindig, majdnem minden nap már nekünk is jönnek olyan ajánlások, hogy ez van, meg az van, ezt be kellene tenni Skyway-be, úgyhogy a Skyway is kap, ajánlatokat, hogy még jobban, még jobb legyen és még jobb fejlődés legyen. Nekünk ez most legfontosabb, hogy az idén elindult a sorozatgyártás, aláírták, elkezdték építeni a sárgyát, elkezdték építeni a Dubáit, jövőre lesz egy óriási kiállítás. Ha aláírják ezt a 50-60 milliárd dollárost, 2021-ben elkezdik építeni, 2022-ben lehet, hogy lesz még annyi célprojekt, akkor a cég olyan erős lábokon fog állni, hogy nyugodtan egy dollárral kimehet a bármilyen tőzsdére, és sok másik, sok nagy befektető, ami egy meg 100 millió dollárokat is befektetnek ilyen projektekbe, akkor, csak növekhet a, 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 a Skyway-nak a részvény ára ami nekünk nagyon fontos lesz, mert ők nem akarnak kimenni egy dollárral is maradni egy dollárral, és lehet, hogy elhúzzák, lehet, hogy 6 hónappal később mennek ki a tőzsdére, de olyan úgy legyen, hogy a tőzsdén akkor felmenjen az ára, lehet, hogy kettő, lehet, hogy 3 vagy 5 dollárra is egy évben belül mindent láttunk a tőzsdén, láttunk óriási multi milliárdos cégeket is, amik kimentek és felmentek az ára több száz százaléka vagy ezerrel is. Úgyhogy minden lehet. A nagyon fontos, hogy minden jó működjön, mindenki csinálja a saját dolgát és akkor minden mindenkinek jó lesz. Azt nem kell elfelejteni, hogy mi együtt vagyunk ebbe, Ez egy olyan projekt, hogy mi finanszírozzuk és érdekünk segíteni bárkinek, aki a projekthoz tartozik, nem muszáj, hogy mi alattunk legyen a csoportba, mert mindenki segíti 100 dollárral, ezerrel, meg azzal is, aki behoz 10-20, 100 vagy több ezer embert. Úgyhogy együtt csináljuk, és ezért én mindig azt mondom, hogy a mi projektünk, mert sokszor ki akartak javítani, hogy... Hát te dolgozó a Skyway-nak nem, de ez a mi részünk, és mi ebbe együtt vagyunk. Most a legvégén elindítok egy 8 perces videót, ami megmutassa, hogy mit készítettek, mi volt a 2019. évben, mennyire fejlődtek a Skyway-ba, és mindig, mikor elmegyünk Minzbe, egy új motivációt kapunk, és új információkat, aminek nagyon-nagyon örülünk, és újból meglepnek bennünket, hogy ebbe az évben még ennyi mindent csináltak, pedig úgy jöttem oda, hogy azt gondoltam, hogy már újat nem látok, de jövök, mert ott kell lennem, meg hozok új üzlettársat, de megleptem magamat, és örültem, hogy ennyire fejlődött. Ezzel és bevégezném a mai konferenciát. Nagyon sok, sok szépet kívánok nektek a 2020. évre. Elsősorban egészséget, és hogy elérjétek a céljaitokat és az álmaitokat, hogy együtt meg tudjuk ünnepelni, nem baj, hogyha várunk még egy vagy két vagy több évet is, de azt biztos, hogy nagyon jó helyen vagyunk, és örülni fogunk, hogy egyszer megvásároltunk, elvettük azt a pénzt, ami másra is so, nagyon sokan sok dolgokra el lehetett volna költeni, de kifizettük azt a 10 havi részletet, és megvettük azt a csomagot. Én is így voltam, sokan tudom, hogy ti is nagyon sokan nehezen is fizetik, de ez egy nagyon jó lehetőség, és gondolom, hogy nagyon-nagyon jó lesz az egész. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok, és boldog új évet kívánok mindenkinek. Hónap pihenjetek, mulassatok, és jövőre újból indulunk új, új célokkal, és... Köszönöm szépen, és legyen szép mindenkinek. 2019 год уходит в историю, а это значит, что наступает время подводить итоги проделанной работы и строить новые планы. Предлагаем вам вспомнить самые важные события уходящего года и в очередной раз пережить наиболее яркие и запоминающиеся моменты из жизни Skyway. В начале года на территории опытно-экспериментального производства Skyway стартовали работы по строительству нового цеха. Для компании разработчика это очередной шаг на пути к организации мелкосерийного производства комплектующих для подвижного состава. В первую очередь, чтобы обеспечить первые коммерческие проекты без привлечения подрядных организаций. Вот в эксплуатации нового здания состоялся в сентябре 2019 года. В октябре в Экотехнопарке начал работу еще один новый объект лабораторный комплекс для стендовых испытаний отдельных узлов и агрегатов подвижного состава Skyway, а также элементов путевой структуры. В январе 2019 года в экотехнопарк для проведения ходовых испытаний прибыл новый промышленный образец подвижного состава Skyway Univin «Юнивинк 4651 Благодаря своей надежности, высоким эксплуатационным характеристикам, широкому выбору опций, а также простоте и низкой материалоемкости путевой структуры, Юнивинт может стать универсальным решением ряда транспортных проблем, таких как организация грузопассажирских перевозок в отдаленных районах и регионах с тяжелыми климатическими условиями. Параллельно с тестированием Юнивинда специалистам компании разработчика велась подготовка к ходовым испытаниям новой разработки Юникара в тропическом исполнении. Эта модель была разработана с учетом климатических особенностей Ближнего Востока, где и планируется ее дальнейшая эксплуатация. От своего предшественника по модельному ряду новинка отличается дублированной климатической системой, гидравлической подвеской, двойной системой охлаждения, более емкими бортовыми накопителями электроэнергии, усовершенствованной системой охлаждения, улучшенной системой машинного зрения, а также салоном в VIP-исполнении. В начале марта новая модель Юникара была протестирована в специальной климатической камере, где на протяжении двух суток испытывались основные системы транспортного средства при температуре 60 градусов по Цельсию. После успешного завершения испытаний в климатической камере он был отправлен в экотехнопарк для прохождения комплекса ходовых испытаний на различных типах путевых структур. Финальную приемку транспортного средства провел лично генеральный конструктор Skyway Анатолий Юницкий, а в сентябре машина была отправлена в инновационный научно-исследовательский технологический парк города Шарджа, Объединенные Арабские Эмираты. В сентябре стартовали ходовые испытания высокоскоростного Юнибуса U4362, презентация которого состоялась в рамках международной транспортной выставки на Транс-2018 в Берлине. Параллельно с этим специалистами проектной организации Skyway была проведена серия предварительных испытаний систем электроснабжения, зарядки и элементов тока съема с путевой структуры. Предварительные тесты показали правильность заложенных решений и работоспособность текущей конструкции путевой структуры в качестве контактной сети. 17 августа на территории экотехнопарка Skyway состоялось ежегодное мероприятие, посвященное инновациям, высоким технологиям и экологии ⁇ Экофест 2019. По традиции, Экофест в очередной раз собрал гостей более чем из 50 стран со всего мира, а прямую трансляцию из Экотехнопарка посмотрело около 50 тысяч человек. В этом году опробовать струнный транспорт могли все желающие, совершив поездку на любой из трех действующих трасс. Помимо новых моделей подвижного состава, инженеры Skyway продемонстрировали свои достижения в создании интеллектуальных систем управления. Умные машины самостоятельно передвигались в режиме электронной сцепки, осуществляли буксировку, а также научились распознавать человека. Кроме того, транспортировка пассажиров во время мероприятия осуществлялась в автономном режиме. 16 апреля 2019 года состоялась презентация очередного переиздания монографии ⁇ Струнные транспортные системы на Земле и в космосе ⁇ Автор книги ⁇ генеральный конструктор Skyway Анатолий Юницкий. В своей монографии он детально изложил фундаментальные законы и принципы, на которых базируется концепция струнных транспортных систем. Книга уже выдержала несколько переизданий, но основные ее идеи не претерпели изменений. Презентация нового издания монографии прошла в юбилей ее автора. 16 апреля 2019 года Анатолию Юницкому исполнилось 70 лет. Круглую дату юбиляр встретил в окружении коллег и единомышленников. Больше ста человек пришли поздравить его с праздником. Укрепление позиций SkyWay в Ближневосточном регионе – главный тренд 2019 года. В апреле 2019 года технология SkyWay была официально предложена в качестве потенциальной для реализации инфраструктурного плана развития Дубая. Руководством региона был одобрен пакет проектов, предложенных Министерством транспорта страны. В число проектов вошла городская транспортная система общей протяженностью 15 километров с 21 станцией на маршрутах, реализация которой возможна с использованием технологии SkyWay после прохождения всех необходимых процедур согласования. В октябре строящуюся площадку инновационного центра Skyway в Шардже посетил его высочество шейх Султан бин Мухаммад Аль-Касими, член Высшего союзного совета ОАЭ, правитель Шарджи. Это событие широко освещалось информационными ресурсами ОАЭ. Таким был 2019 год в истории Skyway. Как и все предыдущие, он был непростым и насыщенным событиями. Но из года в год, несмотря на любые трудности, мы продолжаем двигаться вперед, а это значит, что нас ждут новые вершины и новые победы.